figyelő kamerák, ezrei kandikálnak utánunk az utcán, csak egy mikrofon kell hozzá, és már is bármikor, bárhonnan készíthetünk tényfeltáró riportot a járókelőkkel. Íme. Elnézést kérek a zavarásért. Az a kedves úr ott háttérben önhöz tartozik? Igen, ő a humán menedzserem. Értem. Ön szerint örül a kuncsaft, ha a prostituáltól számlát kap? Hát örülhet a kuncsaft, ha csak a számlát kapja meg. Hol nem dolgozna szívesen? Zsebtolvajként nem dolgoznék a parlamentben. Miért? Hát mert tele van tárcsa nélküli miniszterrel. Csokolom, ön házi asszony? Igen. Hogy tudja beosztani a konyhapénzt egész hónapra? Hát hónapra még csak be tudom osztani, de hónap utánra már nem marad semmi. Vállalna szívesen munkát külföldön? Abszolút nem. Én tökéletesen meg vagyok elégedve az itteni helyzettel. 3-4 ezer eurót simán összehozok egy hónapban. Milyen munkával? Nem munkával, fénymásolóval. Most nem vevőként, inkább riporterként vagyok itt. Csokrom érdeklődnék, hogy ilyen sportruházati boltban a termékek ára gyakran emelkedik? Sajnos igen, de most gondolkozom, csupán egy termékünk van, ami állandóan süllyed. Mi az? Hát a búvárruha. Uram, ön ugye boros gazda? A legteljesebb mértékben. Minden borom ott van a borversenyeken. Végül az én borom kerül minden pohárba. Olyan jó a bora? Nem. Azzal mossák el a poharakat.